A buszok műszaki felkészítésen estek át a téli idény előtt. Még a mínusz 20 fokos reggeleken sem volt olyan, hogy valamelyik sofőr ne tudta volna begyújtani és elindítani járművét időben. Az utasok is általában elégedettek a Subotizatransz szolgáltatásaival. A tél folyamán például idén egyáltalán nem fordult elő olyan, hogy kimaradt volna esetleg egy járat. Csupán a fűtéssel adottak kisebb gondok egyes buszokon. Možda bi moglo biti toplije u autobusu, ali prevoz uglavnom ovaj u odnosu na neka prijašnja vremena, kad su znali da ne dođu kad je hladno, sva su tu i tamo uz blago kašnjenje recimo. Zadovoljan sam. Tényleg nagyon pontosak, rendesen mentek a buszok, nem volt hiba. Na, ritkán járok busszal, de most igen, mert tél van és biciklivel nem lehet közlekedni. A buszok téli felkészítése októberben kezdődött és november végéig befejeződött. A fűtési rendszert, az akkumulátorokat, a karosszériát és a buszok motorját részletesen átvizsgálták és javították. Hiába volt közel mínusz 18-20 fok hőmérséklet, nem volt olyan esetünk, hogy az autóbusz nem ment ki a garázsból, vagy nem indult volna a végállomásról az miatt, mert lefagyott. Kisebb-nagyobb kellemetlenségek vannak természetesen, mert ez a levegőrendszer érzékeny az autóbusznak, ahol megesett néha, hogy befagyott az ajtó. A buszok többsége elöregedett, több mint 20 éves. Ezeknek rossz a szigetelése és gyengébb a fűtési rendszerük. A kora reggeli járatokon még fáznak az utasok, mert hiába indítja be a sofőr indulás előtt a buszt, a motor egy helyben nem tud felmelegedni. Ez az egyetlen gond, ami az utasokat érintette.